Mai nap az ő napja volt, a másodszori hirdetés napja. Útela úgy érezte, hogy egész eddigi élete, minden fáradozása és erőfeszítése a Lumikangasi idők óta ezért az egy napért volt. Már négy órakor felébredt. Ragyogott a májusi nap, harmadcseppek csillogtak a fákon és a fűszálakon. Útela még sohasem látott ilyen tenger, sok harmadcseppet. A legkülönösebbnek azt találta útela, hogy a kakasok is mintha versenyt kukorékoltak volna ma reggel. Először Hanka Meki kakasa szólalt meg, azután Alasztalóé, és ugyanakkor Tuomaláé, azután az egész falu kakas kukorékolástól visszhangzott. És még egy kakas kukorékolás, az a domb mögül hallatszott, kezd kitalóék felől. Vajon Manta és felébredt már? mosolygott Útela. Bizonyosan ő sem tud aludni. Nyolc órakor a mennyasszonyos házhoz indult útela, aki igazán daliásnak látszott fekete posztóruhájában és lapos fekete sapkájában. Útközben akaratlanul is elmosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy Hanna, a mennyasszony egyik húga, úgy vélekedett, hogy a vőlegénynek is illenék kalapot venni, mivel atya és mások is kalapot viselnek. Gyerekség, mosolygott magában, egész életemet sapkában éltem le a villás reggelit keszkitaló házanépével együtt költötte el. A mennyasszony nem jelent meg, szobájában foglalatoskodott, az ünnepi öltözködés foglalta el. Azután elindultak a templomba. Útelát kisé bántotta, hogy ezt az utat másnak a lovával kell megtennie, ha mindjárt az apósáival is. Ő a maga részéről új kocsit vásárolt, és csillogó hámot, ez mint egy kiegyenlítette a dolgot. A menyasszony jól megtermett, egészséges, piros arcú leány, csipkés sejmluszba öltözve, hosszú aranylánccal és gyűrűkkel ékesítve lépett ki a szobájából. Út el a szeme a legtisztább boldogságtól sugárzott. Már azon a ponton volt, hogy szavakba önti elragadtatását, amikor eszébe jutott, hogy ezzel a maga dolgait dicsérni, mert hiszen az a sok ékesség mind az ő menyasszonyi ajándéka. Keszkitaló kisegítette a zavarából. Bizony szép ez a manta, olyan, mint Sába királynője. Vágta ki könnyed tréfával a bibliai hasonlatot. A menyasszony elpirulva sütötte le a szemét. Szép, Isten jó voltából, mosolygott útela. Így nem dicsérte a magáét, és amit akart, mégis kimondta. Azután kocsira szálltak az egész háznép jelenlétében. a csettentett, és a ló elindult. Lénu a szokottnál is vígabb kedvében volt, mintha ő is felfogta volna a nap jelentőségét. Jó versenyló lett volna belőled, mosolygott útela, és szorosabbra fogta a gyeplőt. A ló egyre tüzesebben ügetett, a kerekek nyikorogtak, a hám címfoglalatai csillogtak. Útela lelke is tele volt csengéssel, ragyogással. Eddig még sohasem vette észre, hogy a nyírfa zsenge halovány levélkéi milyen gyönyörűek a kékék hátterében. Lám, már a nyírfák is rügyeznek, szólalt meg arra gondolva, hogy a fák is, éppen úgy, mint ő, a megifjodás idejét élik. A falu elmaradt, az út a mezőről egy kis erdőbe fordult. Hogy énekelnek a madarak, szólt útela megint, és felnézett a fákra. A menyasszony nem felelt. A berek közepén húzódó mély völgyben kicsiny patak szaladt, amely a tavaszi áradat utolsó hullámait vezette le. Milyen szépen csörged ez a patak! Lelkesedett újra útela. A mennyasszony még mindig hallgatott. Hogy elmélyedt gondolataiban, mosolygott útela. No, hadd gondolkozzék és örvendezzék most magában, úgy, mint én. Az erdőt elhagyták, és Línu tágas völgyben futott szilaj ügetéssel. Előttük néhány gyalogos ember haladt, akik szintén a templomba igyekeztek. Mikor a kocsi elhaladt mellettük, derülten kívántak egymásnak jó napot. Nézd csak ezt az útelát, olvasta ki a mosolyukból, mintha csak a polcról kellett volna leszednie a derék fiatal menyasszonyt. No, aki fiatalon megállja a helyét, öregember korában sem tagadja meg magát. Azután mind több és több templomba menővel találkoztak. Mikor elmentek az egyik csoport mellett, útela nem állhatta meg szó nélkül. Szép napunk van ma, és jó idők járnak vágott vissza az egyik jelentős pillantással. A többiek mosolyogtak. Úgy van, úgy van nevetett vissza útela, egyre elégedettebben. Az út tágas, frissen vetett szántóföldek között haladt. A hosszú, kövér táblák valósággal simogatták útela gazda szemét, és arra csábították, hogy magába szívja a nedves föld tavaszi illatát. Jó időre csírázik ki az ab szólalt meg vidáman. A mennyasszony erre sem válaszolt semmit. Útela úgy érezte, hogy mégiscsak kellene valamit egymással is beszélni ők. Hány hektózabot vetettek el nálatok ezen a tavaszon? kérdezte. Hallottál róla? Nem, felelte a mennyasszony, de azután maga is megijedt feleletének rövidségétől, és gyorsan hozzátette. Egyáltalán nem hallottam róla. Legalábbis tíz hektóval bizonyosan elvetett tapád folytatta Útela elégedetten. Már látni lehetett a templomot is. Útela szilai ügetésre biztatta Lénut. Amint közelebb értek, csoportokban álló legények mellett haladtak el. Útela, aki most különösen délcegnek és fiatalnak érezte magát, rövidebbre fogta a gyeplőt, hogy Lénu magasra emelje fejét, és rájuk sem pillantva hajtott el mellettük. Lássátok, itt viszik a leányt! Szerette volna oda kiáltani. Mit szóltok hozzá? A dombon, ahol a templom emelkedett, már sokan voltak. Végig a kerítés mellett és a cölöpöknél lovak állottak. Az emberek járkáltak, vagy pedig kis csoportokba verődve halkan beszélgettek. Útele az egyik cölöphöz hajtott. Le akarta segíteni menyasszonyát a kocsiról, de a leány olyan gyorsan leugrott, hogy a mosolygó útele csak ruhája ujját érintette meg. Azután ők is elindultak sétálni. Útela úgy érezte, hogy mindenki őket nézi, sőt, elsősorban éppen őt, Útelát. Csak nem szégyenled magad, tudakolta Útela mosolya a mennyasszonytól, aki elpirult és tétovázni látszott. Útela maga emelt fővel lépkedett, a lehető legbarátságosabban mosolygott, és integetett jobbra és balra, sőt, néha sapkájához emelte kezét. Talán menjünk a templom udvarra, és nézzük meg a sírköveket, Indítványozta mennyasszonyának. Menjünk, felelte felvidulva a mennyasszony, és megindult a kis oldalajtó felé. Útela nevetett. De nem a hátsó ajtón, menjünk a főkapun keresztül. A menyasszony zavartan követte. A kapu közelében néhány ismerős gazdaember állt. Útela mégsem állt meg, csak a fejével viccentett, mikor elhaladt mellettük. Úgye, most nem ér rá Útela beszélgetni? kérdezte az egyik, és tréfásan rákacsintott. Majd máskor, majd máskor, nevetett Útela a vállán keresztül, és elégedetten folytatta útját. A kapu mellett kalácsot árultak, sőt, limonádé is volt nagy faláda fedelén. Az árus jelentősen nézett Útelára, és egyúttal a mennyasszonyra pillantott. Útela szívesen vásárolt volna egyet-smást, csupán azért, mert olyan jól érezte magát, és az emberek olyan rendkívül figyelmesek voltak. De büszkesége nem engedte, hogy egy láda fedeléről kínálja meg mennyasszonyát, azért csak mosolygott és barátságosan bólintott fejével. Beléptek a nagy, mohos kövekkel kerített templom udvarba, amelynek egyik fele temető volt. A nyírfák és a fűzek már zöldültek, egyedül a komoly nyárfák álltak még barnán csupaszon. A jegyesek bolyongani kezdtek a temető ösvényein, közben közben megálltak, és a sírfeliratokat olvasgatták. A menyasszony nem beszélt semmit. Útelának minduntalan volt egy-egy gyöngét szava fiatalkori ismerősei számára, akik közül sokan már a föld alatt pihentek. Egyszerű csiszolt kő előtt álltak meg. – Kinek a sírköve? – kérdezte Útela, aki nem ismerte a latin betűket. – Ingrid – olvasta a menyasszony. Több nem volt a kövön, még csak a születés vagy a halál évesem. Vagy úgy, azért az Ingridé, és éppen kő... A menyasszony továbbment, Útela még mindig a követ nézte. Csodálatos! Most egyszerre csak megértette Ingrid történetét. Hogy miért gondozta a fiatal külföldi kisasszony olyan híven húhti őrnagyot, azt az öreg embert. Igen, nem olyan egyszerű a dolog, ha jól meggondolja az ember. Szeretett volna erről az új gondolatáról mennyasszonyának is beszámolni, ne aztán eszébe jutott, hogy ők, az őr Nagy és Ingrid nem voltak megesküdve, és hallgatott. A menyasszony a temető északi része felé tartott. Útala kisé megijedt, arra felé volt szegény, boldogult mája sírja, mintha abban a sarokban a terebélyes nyárfa alatt szegény rokon nyugodnék, akiről nem szívesen beszél. Ne menjünk még be a templomba! kiáltotta a menyasszony után. Nem esnék jól neki, ha az első asszonyra emlékeztetnék, védekezett önmaga előtt, és mi dolgunk van tulajdonképpen a holtakkal. Egyenesen a templomnak tartottak, még az útszéli keresztekre sem pillantottak rá többé. A templom már csak nem félig telve volt, mikor beléptek a főbejáraton. A menyasszony mindjárt az ajtónál hely után nézett. Nem maradunk itt? suttogta. Egészen jól látni innen. Útela megállt és vizsgálódva nézett rá, de azután szeliden mosolygott. – Nem, az oltár közelébe megyünk – mondta. – No, hiszen nincs ebben semmi rendkívüli, ismerni kell a fiatalokat – nyugtotta meg magát. Útela úgy érezte, hogy élete legünnepélyesebb perce volt az a perc, amikor annyi ember szeme láttára, fiatal mennyasszonya oldalán keresztül ment a templomon. Nyugodt, biztos léptekkel haladta kigyúlt arcú leány mellett, sőt, néhány jó ismerősét tekintetével köszöntötte, mint hogy a fejbólintás nem templomba való. Az oltár közelében foglaltak helyet, Útela a jobb, a mennyasszony a bal oldalon. Az Isten tisztelet megkezdődött. Útela nem nagyon figyelt a prédikációra, új gondolat töltötte be egész lelkét. A pap megjelenése előtt az oltárképet nézegette, és új világosság áradt szét lelkében. A kép Máriát és Józsefet ábrázolta a gyermek Jézussal. Útala nem valami jól ismerte a Bibliát, de arra rögtön rájött, hogy a kép a szent család életének egy jelenetét örökíti meg. Mária szép volt virágzó ifjúságában. Útela úgy látta, hogy arca nagyon hasonlít a mantáihoz, ám bár természetesen szebb volt, mert hiszen az Isten fiának anyja. De a képen nem ő volt a legérdekesebb, hanem József. Most vette észre először, hogy József öregember, legalábbis hatvan, ha nem hetven éves, és a feje teteje egészen kopasz. Nem állhatta meg, hogy a magáéval össze ne hasonlítsa. Az ő haja még teljesen tömött volt, és ő különben sem látszott olyan öregnek, mint József. Mindez olyan sajátságos hatással volt rá, hogy remegés futott át a testén. Arra gondolt, hogy mikor az előbb beléptek a templomba, mennyasszonya szinte kelletlenül haladt végig mellette. Tisztán látta, hogy Mária ott a képen, bár elsősorban a gyermekre tekint, szeretettel mosolyog Józsefre. Végtelenül szerette volna menyasszonyával is közölni ezt az észrevételét, szerette volna arra biztatni, hogy nézze meg jól a képet. Csak, hogy távol ültek egymástól. Útela menyasszonyára pillantott. Már észrevette, már nézi, örvendezett. Először természetesen Máriát, no nem baj, majd észreveszi a másikat is. A mennyasszony megérezte, hogy Útela szakadatlanul őt nézi. Elpirult és lehajtotta fejét. Most megértette és szégyenli magát, gondolta Útela, és újra a képet kezdte nézegetni. Mária és József története teljesen új világításban jelent meg előtte. A prédikáció alatt is folyton az járt az eszében mint fáradozott József, mint épített házat Názáredben, hogyan kérte meg aztán Máriát? Vajon ők is elmentek a templomba? Természetesen. Csak a hirdetés alatt gondolt másra. Egyenesen ült és méltóságosan magánérezte az emberek tekintetét. Úgy tetszett neki, hogy az esperes a rendesnél emelkedettebb hangon olvasta. Keszki talomanta ifjú hajadon, birtokos leánya. Az áldás alatt leborulva imádkozott, hogy legyen a viszonyuk olyan, mint Máriáé és Józsefé volt, olyan, ami ennek az most ő előtte megvilágosodott. A templomból mindenki hazasietett. Némelyek kalácsot vásároltak, mások búcsúszkodtak, a lovak türelmetlenül dobogtak lábukkal. Útela az elsők között hajtott el, nem nézett, nem hallgatott senkire. Lelkét egyetlen gondolat töltötte be, boldog volt, hogy ez a vasárnapjuk olyan mély tartalmat nyert a templomban. Később, mikor az első dombon a ló csak lépésben haladt, biztonság akáért meg is kérdezte menyasszonyától: Hogy tetszett a kép? Ugye szép volt? A menyasszony zavarba jött, nem értettem meg, mire célzott útala. Szép volt, felelte Torkát sírás folytogatta. Jól sejtettem. Mosolygott utána. Megértette ő is.